Bombával fenyegetőzve próbált megszökni az életfogytiglanra ítélt dán feltaláló Peter Madsen, a tenger alatt járós gyilkos. Egy dán napilap felvételén látható, hogy a férfi kijutott a Koppenhága közeli börtön épületéből, de a kerítésnél a biztonságiak feltartóztatták. A szökési kísérlet meghiúsult, de további részleteket nem közölt a rendőrség. A 49 éves rakétamérnök 2017. augusztusában egy saját maga építette tenger alatt járón szexuális fantáziája kiélése céljából megkínoszta és megölte a 30 éves Kim Wall-t. A svéd újságírónő riportot készíteni szállt fel a férfi búvárhajójára. Az áldozatot feldarabolta, a testrészektől a Dánia és Svédország közötti tenger szorosban szabadult meg, de azokat partra sodorta a víz, úgy bukott le. Madsen az ellene folyó eljárásban végig tagadta a gyilkosságot, csak azt ismerte el, hogy feldarabolta és a tengerbe dobta a holttestet. Egy nemrég sugárzott dokumentumfilmben ismerte el először, hogy ő ölte meg az újságírónőt.